Van-e kérdés, észrevétel? A közgyűlés első napi rendjei között nyilvánította ki a város azt a szándékát, hogy május 1-e után is szeretné a járóbeteg szakellátást végezni. Javaslat következik adósságkonszolidációval kapcsolatos intézkedés megtételére. Döntést hozott a közgyűlés azzal kapcsolatban, hogy Székesfehérvár részt kíván venni az adósságkonszolidációs lehetőségben. Ennek értelmében az állam a város adósságállományának körülbelül 40%-át vállalja át. Magyar állam irányába a lépéseket megtehetjük annak érdekében, hogy az adósságállomány meghatározott részét az állam átvállalja az önkormányzattól. A mostani döntésnek köszönhetően a következő hetekben elkezdődnek az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Zárt ajtók mögött tárgyaltak a képviselők a felszámolás alatt álló fűtőerőmű Kft.-vel kapcsolatos döntésről. Az ezzel kapcsolatos felszámolási eljárásban az önkormányzat is részt kíván venni, ajánlatot szeretne megfogalmazni, azaz vevőjelöltként bejelentkezik. Én azt gondolom, hogy minden közszolgáltatás akkor tud biztonságosan működni, hogyha az köztulajdonban van, jelesül az önkormányzat tulajdonában. Sipos Imre tankerületi igazgató urat tisztelettel köszöntöm a közgyűlésünkön. 32 fehérvári iskolával kapcsolatban is döntés született. Vagyonhasználói, illetve vagyonkezelői szerződések megkötéséről határoztak a Klebelsberg intézmény fenntartó központtal. 27 intézményben vagyonhasználati szerződést kötöttek, azaz a fenntartó a Klebelsberg intézmény fenntartó központ lesz, de a működtetést továbbra is az önkormányzat végzi majd. 7 intézmény esetében pedig vagyonkezelői szerződést kötöttek.